Szokták tőlem kérdezni, hogy mi az, ami engem a munkámban inspirál. Nem szoktam tudni erre válaszolni, ezt az egy alkalmat kivéve, mert most nagyon szerényen kijelenthetem, hogy én inspiráltam saját magamat. Írtam egy könyvet, ami egy kicsit hosszabbra sikerült, mint eredetileg terveztük volna. Ez egy 3x800 oldalt tudott futni, ez a bizonyos Zara trilógia, aminek az első kötetében megalkottam egy főhőst, úgy hívják, hogy Andy Benson Collins, és ez az Andy Benson Collins egy képzőművész, aki ráadásul régész és ásatásokat vezet. Amikor írtam ezt a harmadik kötetet, a Zara álmát, körvonalazódott a cselekmény, akkor eszembe jutott az, nem fogok spoilerezni, aki nem olvasta el, nem tudja, hogy tulajdonképpen tényleg milyen nagyszerű dolog is lenne, hogyha Andy Benson Collins képeit én megfesteném. Van bennem egy olyan késztetés, hogy úgy vélem, hogy van mondanivalóm, és ezt a mondanivalót szeretném másokkal megosztani. Ez megnyilvánul a verbalitásban is, meg megnyilvánul a képzőművészetben is, és ez a mondanivaló, vagy ennek a megosztásának a mikéntje, az elsősorban pozitív életérzések alapján akarom, hogy megtörténjen. A tengerre néző, hatalmas ablakon át beáramló délutáni napfény vakító ragyogással töltötte meg a szobát. Az égszínkék falakon sötétlő árnyakat hagytak a képek. Alattuk a feketére rakkozott komód helyét is jól kivehetően rajzolták körbe az elrohanó évek. Az ovális kristálycsillárt már napokkal korábban leszerelték. A mennyezetből néhány vezeték és egy villanykörte lógott magányosan. Zara még egyszer körbejárta a lakást. A szőnyeg nélküli parkettán tompán vízhangzottak a léptei. Erőtlennek érezte magát. Sápat volt és elgyötört. Megállt a teraszon, behunyta a szemét, és a morajló vizet hallgatta. Nagyon jó érzés másoknak örömet okozni, vagy örömet szerezni. Nagyon jó érzés úgy gondolatokat ébreszteni, hogy közben nem elborzasztom, hanem mondjuk elandalítom, egy másik világba röpítem. Ugyanazokat a gondolatokat tudom elmondani, mint hogyha rossz érzéseket váltanék ki. Sőt, talán sokkal jobban megmarad, mert a rossz érzésektől az ember mindig szabadulni akar. A jó érzéseket pedig újra és újra meg akarja tapasztalni. Mezopotámia földjére úgy tekinthetünk, hogy ez egy útkereszteződés a mítoszok és a valóság földjén. Amilyen útkereszteződés tulajdonképpen a trilógia is, az a Zara trilógia, amiben sok-sok mítikus elem van, sok-sok különös elem van, sok-sok olyan elem van, ami egy kicsit a földön túli világba kalauzol bennünket, és mégis a földön tart. Nem tudom megmondani, hogy miért vonzó számomra a Tigris és az Eufrátesz köze, az egykori Mezopotámia, az asszírok, az akkádok, a babilóniaiak. Nem tudom. Valahogy azt gondolom, hogy ez a vidék az emberiség bölcsője, egyfajta elveszett paradicsom, ahova mindig is visszavágyódunk. Ez volt az első olyan emberi civilizáció, aminek a története egészen a Bibliáig nyúlik vissza, és a legnagyobb hatást gyakorolja a mai civilizációnkra is. Volt ugye az Andy Benson Collins nevű képzőművész régészünk, akinek a kutatási területe teljesen véletlenül Mezopotámiára esett. Azt szaladt ki a kezedből, hogy hát azt teljesen. Igen, mert nem mondhattam, ebbe valamelyes tisztában voltam olyannak, meg nem akartam hivatkozni, amiről fogalmam sincs. És hát amikor a könyvben szó volt ezekről a bizonyos festményekről, akkor őszintén szólva nekem nem csak a fejemben, hanem a számítógépemben is voltak erről vázlatok már, mert régóta érlelődött bennem egy ilyen sorozat, ahol kiélhettem ezt a fajta vonzódásomat.
ez iránt a varázslatos világ iránt. De ez egy olyan erős indítatás volt, hogy tulajdonképpen a regény befejezése óta gyakorlatilag 3-3,5 hónapon keresztül napi 14-16 órát festettem, és megállás nélkül. Tehát csak annyit szünetet tartottam, amíg tisztálkodtam, ettem, meg aludtam egy pár órát, de nem is tudtam többet aludni pár óránál, mert annyira bennem volt, hogy ennek meg kell születni, hogy nem is éreztem fáradtságot, és csak így peregtek ki a kezem közül ezek a képek, amik így úgy érzem, hogy hatalmas energiát és hatalmas erőt képviselnek. A Zara harmadik kötetének bemutatója kapcsán rendezett kiállítás, az gyakorlatilag róla szól. Minden egyes képben a Tamás küzdelmét látom. Tehát azokat az emberi fontos értékeket, amiket ő képvisel. És ezeket belefesti, elmondja a képeiben. Az ellentétpárok a gazdagság, a szegénység, a küzdelem, a győzelem, a feladás és az örökké valóság felé indulás, munkálkodás, ez mind Tamásra jellemző tulajdonságok. Olyan ő, mint egy kaleidoszkóp, hogy egy picit csavar az életén, vagy egy kicsit másképp szelepezi a fantáziáját, és mindig van egy gyönyörűt alkot. Tehát nekem ő a bizonysága annak, hogy a tehetség az, ha van, akkor az annyiféle csatornán keresztül meg tud valósulni, és ki tud teljesedni. És engem ez lenyűgöz. Ezt miért csinálod? Olvasom békésen a könyvet, majd egyszer csak bötűzök egy figurát, egy nevet, mondom, ez már megint kicsoda. Mire nem emlékszem, milyen agyfényesítő bogyót kéne bevenni, hol vannak a tavalyi jegyzeteim, és megjelenik valami... Shota Takumi. Na, így hívják. Igen. Ilyen nem volt korábban. Nem, de minden könyvben van ilyen. Mindig szerettem ilyenekkel játszani, hogy elcsúsztatom a időbeli síkokat, meg a térbeli dolgokat. És amiért ugye ők egy hét alatt végig rohannak, hát a nagy túrost lapozzon csak vissza. És nézi, azt mondja, hogy ki a anyja ez már. Nézi a könyvbe, visszalapoz 40 oldalt, elolvassa, ott sincs. Ez lesz, csak szólok. Hátralapoz 40 oldalt, ott sincs. Bele kell nyugodnia, érted? Hát majd megtudom, de onnantól kezdve a fejében marad, érted? Munkából alig várja, hogy hazaérjen. Ez most ki a túró. Én mindig, ezeket mindig így mert felírtam. Mert mindig ott hagyom abba, érted? Mindig ott hagyom abba direkt, szemét módon, hogy tovább, és akkor gondolkodjon rajta. És akkor végén kiderül, hogy ez mégiscsak egy jelentős figura volt. Én hiszem, hogy mi nekünk nem az a dolgunk a Földön, hogy mi rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, meg rosszul érezzük magunkat egymás között, hanem az a dolgunk, hogy megkönnyítsük egymás életét. Ez tudom, hogy egy naív gondolat, de valószínűleg, hogyha ezt ennyi idős koromra nem sikerült kinőni, akkor már hiába fáradozok az elkövetkezendő időkben ezen. És jobb lehet a művészetek élvezetétől, jobb lehet egy jó könyvtől. A verbális, illetve a vizuális képesség, ez egyenértékű a Tamásnál, kiegészítik egymást. Tehát az a barokkos, fantasztikusan finom nyelvezet, amit a könyveiben olvashatunk, hát ezek 700 oldalas, hatalmas szagák. Nagyon finom megfogalmazások, nagyon pontos leírások. Ugyanezt látod a képeken, és még egy nagyon fontos tulajdonság, hogy mindez hihetetlenül könnyednek
tűnik, illetve én, mint néző, vagy bárki, aki megnézi ezeket a munkákat, és én hadd maradjak a saját kaptafámnál, tehát a vizualitásnál, úgy tűnik, mintha ilyen könnyed gesztussal csinálta volna meg. És ez a fantasztikus ezekben a képekben, hogy én pontosan tudom, hogy milyen elképesztő munka van mögötte, hogy mennyi küzdelem, tudás, utána járás verbális, és egyben meg tudja ugyanezt fogalmazni vizuálisan. Ez a titka a Tamásnak, hogy ezt a két nagyon fontos képességét egyszerre tudja használni. Nagyon ritka eset, én legalábbis először találkozom ilyesmivel. Egyszeriben felidéződött benne az alkotás boldogsága és annak minden lelket sorvasztó megpróbáltatása. A sajgó vállak, a zsibbadó kezek, a dagadó lábak és az ébren töltött sokadik éjszaka után a kiszáradás miatti összeeséstől néhány másodpercnyire tántorgó teste fájdalma. Megindult a nyelve. Beszélt a színekről, amiket annyira imád, a skarlát, a smaragdzöld, a kobaltkék, az okker, vagy éppen a türkizek és vörösek ezer árnyalatának az erejéről. Sorolta a nevüket és a számukat, mesélt az általa porrá őrölt korál, lapis, lazuli és jádepigmentekről, a forró lenolajkence szagáról és arról, ahogy az a folyós masszaként lassan, de biztosan tömíti el a vászon pórusait, s ahogy beivódik a bőrébe, és eltávolíthatatlanul a körmei alá, és áztatja még a szilárd alapot is, ha jó minőségűre égett a kis rezsóna festék. Szólt az aranyozásról, a levegőbe felrebbenő szálló aranyporról, ami milliónyi csillanással teszi egyszerre égboltszerűvé és kristálypalotává a festékfoltos műterem minden zegzugát, és az aranylemezekről is, melyek tükörsima bevonatot képezve ragyognak tovább, és majd örökké a felületeken. Krisztina Jeranova könyvbenázó szemmel figyelt rá, és a világ legnémább csendjével hall. Az utolsó kiállításánál, amit együtt csináltunk, még a spanyolországi kiutazás előtt, én már akkor azt hittem, hogy annyira kifutotta magát, hogy most váltani fog, hogy valami újat keres majd, de úgy látszik, a Zara visszafogta, mert a Zara annyira fontos volt számára, mint trilógia, hogy ki kellett festenie magából mindazt, ami ehhez a könyvhöz kapcsolódik. És mondja, megszokták már a kinti életet? Amennyire gondolom, ön is. Persze soha nem leszünk odavalósiak. Végül is új munka lehetőségek miatt ment külföldre. Én otthon is vállalkozó voltam. De kiszámíthatóságra vágytam. Arra, hogyha végzem a munkámat a legjobb tudásom szerint, és sikeres vagyok, nem ébredek egy napon arra, hogy megszűnt a piacom, vagy egyéb érdekek miatt elúszott a megrendelésem, mert mondjuk a cégnél leváltották a vezetőt, vagy mert nem osztottam vissza eleget. Esetleg nem annak a katonája vagyok, akié. Változtattam, mert ez így nem felelt meg. Jó, de ez máshol is előfordulhat. Igen, valóban, de valami miatt mégsem fordul elő. Legalábbis nem olyan gyakran, és nem akkora mértékben. Tulajdonképpen ezeket a képeket Spanyolországból a ti kedvetekért hoztuk igazából haza, hogy láthassátok, hogy mit dolgozom, miket inspirált a könyv, miket tartunk kint a galériában, mert én ezt egy fontos dolognak tartom, hogy ha én itt éltem, itt laktam, itt alkottam, akkor itt lássák először azokat az alkotásokat, amik aztán később velem együtt majd visszautaznak. Milyen elengedni és lezártad? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert szerettem ezeket a figurákat, és most ilyenkor csak egy lehetőség van egyébként, hogy a következőre kell fókuszálni, meg a következőre kell gondolni, mert akkor egy kicsit könnyebben. De hát ezek a figurák, ezek azért örökre bennem maradnak. A Zarával való viszony az egy nagyon különleges viszony, mert több emberből lett összegyúrva, de elsősorban a nagyanyáim és az egyik dédanyám ilyen rendkívül vitális, rendkívül okos, rendkívül bölcs,
az élethez és az élet problémáihoz rendkívül jól hozzáálló, alkató nők, akik nélkül azt gondolom, hogy mindnyájunknak sokkal nehezebb lett volna a sorsa. Hát őnek azért olyan mondatok hagyják el a száját, mindazok után, amiken keresztül ment, hogy de hát én mindvégig az életre gondoltam, meghaltam volna, hogyha nem ezt teszem, de én élni akartam.